Jó estét kívánok, a nagy nevettető Sas József visszavonulásának hírével kezdjük a ma esti aktívot. Én Papp Gergely vagyok, a Mikroszkóp színpad egykori igazgatója, a Sas Kabarék névadója és értelmi szerzője. Súlyos betegségéből lábadozva meghozta döntését, áprilistól végleg visszavonul. Most azonban együtt tekintjük vele végig a pályáját és megcsodáljuk otthonában a féltve őrzött humor relikviákat. Sas József 35 év után visszavonul. Pillanatnyilag így érzem. Jobban belefáradtam a próbákba, mint eddig bármikor. Én vagyok Lala, ismernek, nem? Sas József, ahogyan talán kevesen emlékeznek rá. Ez a felvétel 1978-ban készült. Az akkor 38 éves színész a kabaré szerelmeseként vágott neki a fővárosi karriernek. Első szerepében Lalát, mindenki kedvenc fodrászát kellett alakítania. Mert pontosan ismerem kuncsaftjaim, rangját, fusiait, mellékállását, sőt, némelyiknek tudom a titkos telefonszámát. Ez a felvétel pedig már tegnap készült Sas József otthonában. A legendás humorista lábadozik, két életmentő beavatkozáson van túl, a keringésével volt baj, de még ebből is viccet csinál. Hát nagyon meg voltam érdve. Na ragudjon, ez életveszélyes műtét, azt mondja, hogy nekem nem. Mondom, tudom, de nekem. Mert vicceltve. Azt mondja, hát nézze, hát nem olyan veszélyes, mert őszintén mondja meg, hányan maradtak ott az ágyon végén a műtét után. Szóval még soha senki, mondom, miért, mert kell az ágy.